Súlyos betegségből épült fel Pataki Attila, akinek korábban rákot diagnosztizáltak. Az Edda frontembere a gyógyuláshoz szükséges műtéteket nem vállalta, helyette az öngyógyítás technikáját alkalmazta. Ahogy ő fogalmazott, megkérte a sejtjeit, hogy segítsenek neki meggyógyulni. Vendégünk a Munkában Pataki Attila. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt! Orvosi protokollt, az orvosok hozzáállását ismerve, hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy felháborodást váltott ki, amikor te azt mondtad, hogy nem vállalod a műtétet. Igen, hát az adókép, akivel leültem, azt láttam, hogy nem igazán örült neki, de nincs ebben olyan nagy csodálkozni való, hiszen ő ezt a tematikát tanulta, ebben hitt, az egész életében ehhez állt föl. Tehát nincs ebben olyan nagy csodálkozni való. Én viszont sok minden másra is tudtam, és úgy döntöttem, hoztam egy döntést, hogy én veszem saját sorsomat a saját kezembe, és azért azt mondtad, hogy egyedül gyógyítottam magam, ez nem igaz, dr. Galéri Julianna volt az, aki ahhoz az alternatív gyógymód az elvezetett, amivel a Teremtőisten ő és én hárman megoldottuk ezt a problémát. De ugye azért nagyon nehéz ez, mert amikor az ember egy ilyen betegséggel küzd, illetve egy ilyen betegséget diagnosztizálnak nála, ami halálos, akkor megijed. Nem halálos, nem. Nem, jó, bocsánat, elnézést. Tehát hogy az orvosok elmondása szerint. Jó, akkor az, ezt így az is lehet, igen, az is halálos, lehet nyilvánvalóan. Akkor nagyon megijed, és akkor mindent megpróbál, hogy meggyógyuljon, és ugye vállalja a műtétet is. Igen, nézd, azért ennek elég kegyetlen jelenleg még a közlési forma, hiszen az emberek 50%-a, ha leül egy ilyen szituációhoz, akkor az emberek 50%-a ott hal szörnyet. Tehát eldönti, hogy meghal. Vége, ő rákos, neki vége van, és kell kezd elbúcsúzni, és semmilyen ellenállása nincs, és úgy is lesz. Tehát fejben el lehet ezt dönteni. Van egy része, aki hát legalábbis az Orvostudomány Fejtetén című könyv ezt mondja, és a német medicina, hogy egy része pedig hát megpróbál végigvinni az orvosi gyógyítást, és aztán az utolsó negyed része pedig az összes kezelés ellenére életben marad. Tehát lényegében te kapcsolatot teremtettél a sejtjeiddel, igen, és megkérted őket arra, hogy ne betegítsenek meg téged, de segítsenek a gyógyulásban. Segítsenek a gyógyulásban, bocsánat, a pozitív megfogalmazás itt ilyen tekintetben is fontos. De azt tudod, hogy mitől alakult ki? Tehát, hogy előtte nem voltál jobban önmagaddal? És ez döbbentett arra rá, hogy mégiscsak belül is vizsgálni kéne. Nagyon lényeges, ma az emberek nem a rákban hallnak meg, hanem a félelemben, a szorongásban és a kimerültségben. A stresszben. Igen, ez a stressz maga, így a stressz. Természetesen minden ilyenfajta, amikor megjelenik a rák, annak mindig lelki oka van. És hogy ez a lelki ok kiíródik a testre. Ezt a német medicina tökéletesen jól tárgyalja, és hát illetve a holisztikus szemlélet. Én mondjuk abban hiszek, hogy a kettőt együtt kell elvégezni. Tehát, hogy rendet rakni magunkban, a fejünkben, rájönni arra, hogy mi miért történik, de hogy az orvostudományt is igénybe kell ehhez venni. Óriási, ebben minden esetleg egy ilyen beszélgetésnél, ahol nincs sok idő rá, olyan félreértés lehet. Óriási szükség van az orvostudományra, óriási, amit megtettek utat és ahol járnak, és mélységesen tisztelem igazán azokat, akik tényleg testre és lélektestre is lelkük ott van, hogy gyógyítsanak. Nagyon fontos. Én abban hiszek igazán, és az lesz az emberiségnek egy paradicsomi állapot, ha eljön majd, hogy egyszer az orvostudomány és az alternatív tudományok tudói összeülnek, és ketten az egyik segít inkább a lelket gyógyítani, a másik pedig a fizikumot. Ez lesz az emberiségnek egy óriási nagy segítség. Tehát tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy ezek lelki eredetű problémák voltak, amelyekből te kigyógyítottad magad, viszont évelején, amikor koncertek is elmaradtak, de be is pótoltad utána, amikor kórházba kerültél, az nem lelki eredetű probléma volt, ott is volt egy súlyos betegséged, emlékszem, hogy akkor is itt. Igen, hát ez most egybe kaptam erről. Egy nagy csomagot, ez a rák, ami egy nagyon-nagyon fontos egysége volt ennek a csomagnak, abból én tavaly évvégére kigyógyultam, és közben a többit egy kupálgatom, rakjuk helyre, természetesen dr. Csatári Éva például, aki itt lent pakol össze mindent, és ő volt az, aki műtött, és segít abban, hogy ott meggyógyuljak. Ott én az alternatív tudás és Csatár Éva együtt oldjuk meg a problémát. Tehát ez pont egy gyakorlati résznél tartok. Utolsó 5-10%, amit még... Azt lehet tudni, hogy ez micsoda? Vagy beszélsz róla? Hát ez egy komplex aranyérműtét volt, amit én jól elhanyagoltam. Jó, buta módon jól tologattam, elhanyagoltam. Mindig minden fontosabb volt, de legfőképpen a koncertek. Elég sok vért teszített Attila évelején. És ezt most ennek az utolsó etapját élem meg és gyógyítjuk, de hát én csak azt tudom mondani, hogy
hogy ez a két csoda, az orvostudomány és az alternatív gyógyászat, ha ezek egymásra találnak, akkor indulhat el igazán a gyógyulás. Addig viszont csak azt látom, hogy a jelenlegi állapotán marad a világ, hát elég kegyetlen formulákat teremt, hiszen maga az én fóbiáim, úgy szokták mondani, a kemtélés egyebek, azért ezekről érdemes elgondolkodni. És... De akkor ezeket nem tudod kizárni? Ezeket a fóbiákat? Nem tudom kizárni, de ezzel is teszek, olvasni kell, keresni, keressetek és megadatik, kérjetek és megadatik, tehát keresni kell a nem csak a megragadott formulákat, amik ez az elmúlt évszázadok alatt hozzátapadtunk, hanem az új megoldások felé is nyitottnak kell lenni. Fontos nagyon, hiszen láthatólag ezek a formák ide vezetnek, hogy jelenleg a én környezetemben is, amikor ez a problémám kiderült a rák, akkor kiderült, hogy akkor csöndben voltak, és kiderült, hogy az én 50-es teritoriumban is 8-10 különböző rákos megbetegedésekkel küzdködnek. Tehát nem természetes, hogy ennyire ezek a dolgok felgyorsultak, ugye a keringési betegségek ilyen magas számban léteznek. Hát azért mondom, hogy a stressz az mitől van, körbenézünk, látható, amerre a világ tart, mitől félünk, hogyan félünk. Tehát ezeket mind végig lehet kóstolgatni, vezetni, és akkor az embert eljut valahova, ami pedig hát arra indukálja azt, aki gondolkodik és érdekli a világ sorsa, és a saját sorsa, és az emberiség sorsa, hogy valahogy, valahol, valakiknek ez érdekében áll, hogy ez a fajta állapot így ebben a formában, és ezt aztán még azt mondják, hogy demokrácia és jövendő, és szép, és kép, és boldogság, és minden, csak te nem veszed észre, de hogy is jelenleg ez a világ nagyon rossz irányba megy. Ez a holisztikus szemlélet, bocsánat, ez ebben az új kiadványban, amiről nem beszélhetünk ugyan, szintén benne van? Hogyne, én ebben eléggé széles, hosszú oldalakon át írtam, de nem unalmasan ezt is megpróbáltam feloldani, hogy olvasható legyen, és legfőképpen tanúságos legyen. Azért írtam, hogy segítsek sokaknak azon az úton, amin én végigmentem, hogy ne nagyon, ne kelljen végigmenniük, mert még mindig azt mondom, hogy fejbe dől el minden, ez a közhelyt oda, hogy szoktam mondani, de fejbe dől el minden. Ugyanakkor ez a legnehezebb, tehát hogy az ember átkattintson magában bizonyos olyan reflexeket, amik kialakultak a egész gyerekkorától fogva, amilyen válaszokat adott kérdésekre, az ugye rögzül. Igen. Hát igen, a fény felé kell menni, a materiából elszakadni és a fény felé menni, és akkor nagyon sok mindenre választ kap az ember, de hát, hogy mondtam, keresni kell, kutatni kell, olvasni kell, érdeklődni kell, és nem elhinni, hogy mások fogják megoldani a problémát, sőt az emberiség problémát sem fogják megoldani, ez tuti. Attila, köszönjük csak szépen. Köszönjük szépen.